Folytatódik a hegyvidéki házi orvosi rendelők korszerűsítése. A Böszörményi úti rendelő után most a Rácz-Aladár úti rendelőt újították fel. Akadálymentesítés és nyílászáró csere mintegy 75 millió forintból újult meg az Óbudai Derűs Alkony Gondozóház. Fitt az ősz. Több százan mozogtak együtt a MOM Sportban megrendezett programon. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Folytatódik a hegyvidéki házi orvosi rendelők korszerűsítése. A Böszörményi úti rendelő után most a Rácz-Aladár úti rendelőt újították fel. Nem csak a nyílászárókat, de a burkolatokat is kicserélték, emellett pedig a fűtési rendszert is korszerűsítették. A betegeket így komfortosabb és barátságosabb körülmények fogadják. Új burkolat, nyílászáró csere, korszerűbb fűtőrendszer, hangszigetelt ajtók és megújult gépészeti rendszer. Mindez csak egy része azoknak a felújítási munkáknak, amelyeket a Rácz-Aladár utcai orvosi rendelőben elvégeztek. A felújítás a hegyvidéki önkormányzat 3 éves rendelő felújítási programja keretében valósult meg. Ebben a programban a kerület összes gyermek és házi orvosi rendelője megújul majd. Mindegyik rendelő felújításra került, tavaly indítottuk el a programot, a Böszörményi úti rendelő. Még a gyerekrendelőt is ide számít, felnőtt, illetve gyerekrendelő. Most itt a Rácz-Aladár úton végeztük el a munkát. A mellette lévő gyerekrendelő a soron következő, majd aztán a 5., azt hiszem sorban az 5. a Fodor utcai rendelés. Megyünk tovább. A János Kórház sorsa talán a legfontosabb, a Kútvölgyi úti szakrendelő szintén életbevágó. Örömteli, hogy a kormány döntött róla, több mint 9 milliárd forintot szán a Kútvölgyi úti hegyvidéki szakrendelő megépítésére, elkészítésére. De nem csak a kormányra kell várnunk, szép lassan, komótosan, kicsit a keretén lassabban, de ezért hallad a kormány is a nagy programokkal, hanem a magunk házatáján is söprögetnünk kell. Úgy gondoltuk, hogy ez a legfontosabb, hogy ami a mi dolgunk, azt megcsináljuk, a házi orvosi rendelők rendbetétele nem várhat magára. A rekonstrukció ideje alatt a Rácz-Aladár utcai szakrendelés ideiglenesen a Böszörményi úti rendelőbe költözött át. Váci János alpolgármester szerint megéri kivárni az összes rendelő felújítását, hiszen a végén a kerületben sokkal komfortosabb orvosi rendelők várják a polgárokat. Az a célunk, hogy betegek, legyenek gyerekek vagy felnőttek, 12. kerületi lakosok, akik ezekben a rendelőkben ellátogatnak, komfortosabban, jobban érezzék magukat, miközben az orvosokra várnak. Ezért elsősorban a közösségi tereket újítjuk meg a rendelőkbe. Így történt ez az első rendelő felújításon, amely egyébként a gyerekorvosi rendelő volt a Böszörményi úton, és most is itt a Rácz-Aladár utcában, itt a felnőtt orvosi rendelőt újítottuk most meg első körbe, de már zajlanak a munkálatok a mellette lévő épületben, a gyerekorvosi rendelő felújítása során is. Fonti Krisztina alpolgármester azt mondta, a hegyvidéki önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a kerületben működő egészségügyi ellátást, de a felújítás nagyon nagy szervező munkát igényel, és persze türelemre is szükség van a befejezésig. Egy rendelő felújítása körülbelül 6-8 hetet vesz igénybe, és hát a tapasztalataink szerint ez bizony egy nagyon komoly munkát, komoly összmunkát igényel részben a mi munkatársaink részéről, mind az egészségügyi referens, mind a hegyvidéki egészségügyi központ, mind pedig a városfejlesztési iroda munkatársai részéről, illetve a másik oldalról az orvosok részéről, és hát természetesen nem utolsó sorban a lakosság részéről. A Fodor utcai rendelőből december 1-től költözik az önkormányzati fenntartású otthoni szakápolási szolgálat. A Rácz-Aladár utcai rendelőben így már 2 helyiség áll a betegek rendelkezésére. A felújított rendelőben 3 házi orvos havonta mintegy 3-4 ezer beteget lát el. Az egyik házi orvos szerint a felújításnak köszönhetően a rendelő sokkal barátságosabb, otthonosabb lett. Főleg higiénikusabb lett sokkal a rendelő, tehát ugye régen ezek a kövek itt töredezettek voltak, a falon csúnya csempe volt, tehát az egésznek, ahogy belép a
beteg a rendelőben, egy nagyon szép, esztétikus, színes, szerintem sokkal otthonosabb is lett, tehát azáltal, hogy a fehér csempe lekerült a falról, nincs az a rideg érzése a betegnek, hanem nem elég a mi kedves mosolyunk, ami volt eddig is, de a rendelőnek a színvilága is sokkal-sokkal szebb lett. A felújítás mintegy 47 millió forintból valósult meg. Az összes rendelőt magába foglaló rekonstrukciós program várhatóan 2019-re fejeződik be. Mintegy 75 millió forintból újult meg az óbudai Derűs Alkonygondozóház. A felújításhoz részben a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán nyert támogatást az önkormányzat. A fejlesztés során többek között akadálymentesítették a főbejáratot és kicserélték a nyílászárókat. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a kerület országgyűlési képviselője a fejlesztés átadásán hangsúlyozta, az elmúlt években sikerült megőrizni a nyugdíjak reálértékét, és mintegy 23%-kal emelkedett az időskorúakat megillető járadékok összege. Úgy tűnik, finom a meggyes és almás rétes az óbudai Derűs Alkony gondozóházban. Az ünnepi finomság apropója a szinte egyedülálló szolgáltatásokat nyújtó gondozóház felújítása. A Derűs Alkony szebbé, komfortosabbá tételére a 3. kerületi önkormányzat és a Nemzetgazdasági Minisztérium adta össze a 70 millió forintot. A tárca vezetője, a 2. és 3. kerület országgyűlési képviselője azt mondta, a kormány idén kiegészíti a szépkorúak ellátását. A magyar gazdaság olyan állapotban lehet, hogy egyre többet tudunk költeni, nem csak arra, hogy az ország szépüljön, hogy épületek megújuljanak, hogy közösségi terek jöjjenek létre, hanem arra is, hogy törődjünk az időseinkkel. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az a kormányzati vállalás, hogy a nyugdíjaknak meg kell őrizni a reálértéket 2010-ben, az ebben az elmúlt 7 évben teljesült, sőt, a gazdaság jó teljesítménye lehetővé tette azt, hogy időről időre ezek is pluszt is hozzátegyünk. Van, amikor amiatt, mert az infláció alacsonyabb volt, van, amikor pedig azért, mint ahogy ez tavaly is történt, mert úgy gondoltuk, hogy a gazdaság jó teljesítményéből nem csak a középkorúaknak vagy a fiataloknak kell részesülnie, hanem az időseknek is. A felújítást követően elhangzott, hogy a Derűs Alkony gondozóháza a 70-es években épült, ám sokáig bölcsödeként működött. Csak negyed százada fogadja a hosszabb, rövidebb ideig itt lakó idős embereket. Itt volt korábban olyan időszak, amikor még itt voltak a kicsik, itt voltak a gyerekek, és már itt voltak az idősebbek is, a szépkorúak. Én azt gondolom, hogy ez a normális, ez a természetes, nem szabad szétszakítani sem apróbb, sem nagyobb közösségeket, meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a gyermek is, a fiatal is, az unoka élje meg azt, amit az időskor jelent, legyen tisztában azzal, hogy neki csak a késői születés kegyelme adatott meg, de eljön majd az idő, amikor ő is ugyanúgy belép a őszhajúak, vagy az idősek, a szépkorúak táborába, mint ahogy belépnek a szülei, vagy beléptek a nagyszülei. Varga Mihály gondolataihoz csatlakozott a 3. kerület polgármestere is, ám ő legfőképpen a középkorúaknak címezte az üzenetet. Egy holland pszichológus mondta azt, hogy az idős emberektől kell, lehet megtanulni, hogy hogyan öregedjünk meg úgy, hogy fiatalok maradjunk. Úgyhogy én azt kérem, hogy továbbra is ilyen mosolyjal és ilyen vidámsággal tanítsanak minket arra, hogy hogyan tudunk továbbra is fiatalok maradni. A Derűs Alkony gondozóház lakói az akadálymentesítés, a nyílászárócsere és a kerti fényvédők felszerelése után a nevükhöz méltón ezután vélhetően még vidámabban tanítják megélni a holnapot. A gyújtószerkezet hatástalanítása után a Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították el ezt a II. Világháborús bombát, amit tegnap délután találtak az első kerületben. A 100 kg-os szovjet repeszromboló a Krisztina téren került elő a földből. A tűzszerészeti munkák miatt több mint 700 embert kísértek biztonságos távolságra. A lakók nem sokkal este 9 óra előtt térhettek vissza otthonaikba. Elindult a KSH Miből élünk elnevezésű adatfelvétele, amely a háztartások fogyasztási és pénzügyi szokásait térképezi fel. A felmérés október 2-től december 15-ig zajlik. Az ország 345 településén összesen 15.000 háztartást kérdeznek meg. Válaszadásra személyesen és interneten is lehetőség lesz.
Lerakták a Pannon Park alapkövét a Városligetben, az egykori Vidán Park területén a Pannon ősvadon élővilágát elevenítik majd meg. A közel 5 hektáros területen elterülő létesítmény leglátványosabb része az úgynevezett biodóm lesz, amelyben egyebek mellett tengeri akváriumot és különböző ösvényeket alakítanak ki. A Pannon Park a tervek szerint 2020-ra készül majd el. Egyre több az aktív idősödést támogató programot rendeznek az első kerületben. Egyebek mellett klubok, ismeretterjesztő előadások várják az érdeklődőket. Az idősek világnapjához kapcsolódva pedig az önkormányzat hajókirándulást is szervezett a szépkorúaknak. Kígyózó sorokban érkeztek a szépkorúak az idősek napja alkalmából megrendezett hajókirándulásra. A budavári önkormányzat által szervezett programon körülbelül 250-en vettek részt. Az előző évekhez hasonlóan színes programokkal, finom falatokkal és új úti céllal várták az időseket ezen a jeles eseményen. Voltunk már Lányfalun, Szentendrén, most már Váci kirándulás, úgyhogy nagyon jó pofa. Csak annyit tudok mondani, tök jó. Én még eddig minden rendezvényen részt vettem, mindig azt hiszem, hogy idősödök, hogy az utolsó, és mindig elcsábulok, mert itt olyan kedvesség és jó hangulat van, ami vonz. Az első kerület lakóinak közel harmada időskorú. A budavári önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az idősek ellátására, mondta dr. Varga Kovács Emese aljegyző. Azt gondoljuk, hogy nem csak egy napról szól az idősekről való gondoskodás, ezért minden évben ezen túlmenően karácsonykor is várjuk az időseket, most már hagyományosan a Várbazárban egy karácsonyi koncerttel, illetve karácsony, illetve húsvét alkalmából is 8000 forintos Erzsébet utalvánnyal kedveskedünk a 80 év feletti polgárainknak. A magyar emberek negyede 60 évnél idősebb. A szépkorúak jelentős része egyedül él, hiszen napjainkban egyre kevésbé jellemzőek a több generációs családok, ahol a nagyszülők, a gyerekek és az unokák is együtt élnek. A hasonló programok egyik fontos célja az, hogy megelőzze, illetve megakadályozza az időskori elmagányosodást. Több százan mozogtak együtt a MOM Sportban megrendezett Fit az ősz programon. A szervezők legfőbb célja az volt, hogy kortól, testalkattól és edzettségtől függetlenül minél több embert megnyerjenek a mozgásnak, és olyan edzést szervezzenek nekik, ami erre a hétköznapokban nincs idő vagy lehetőség. E néhány másodperc után is érezhetik azt a tempót, azt a lüktetést, amely az idei Fit az ősz rendezvénycsokrot is jellemezte. A MOM Sport nagycsarnoka színültig megtelt sportolni vágyó hölgyekkel, urakkal, idősekkel, fiatalokkal, sőt több áldott állapotban lévő kismama is bekapcsolódott a nagy átmozgató programba. Az ilyen események tökéletesen jók, hogyha az ember tökre úgy kedv, hogy semmi kedve mozogni, fáj minden elúszta, akkor is az a hangulat, meg hátra kell nézni, tehát hogy így az van benned, hogy úristen, el kell kezdenem nekem is mozogni, tehát visszahív a hangulata az egésznek. Ezt mondta a Fit az ősz egyik műsorvezetője, akitől edzőként is tanácsot kérhettek a résztvevők. A program főszervezőjétől megtudtuk, a legfőbb céljuk az volt, hogy kortól, testalkattól és edzettségtől függetlenül minél több embert megnyerjenek a mozgásnak, és olyan edzést szervezzenek nekik, ami erre a hétköznapokban nincs idő, lehetőség. Szükség arra, hogy végigcsinálja mindenki az összes órát szabályosan, lehet pihenni egy kicsit, nem nézi ki egymást, aki egy picit elfáradt, vagy gyengítve csinálja a gyakorlatokat. A színpadon általában egyébként a prezenterek különböző segítséggel bemutatják azt, hogy hogyan csinálja az, aki egy kicsit kevésbé aktív, kicsit kevésbé sportos alkat, és hogy csinálja az, aki viszont nagyon edzett. A MOM Sportban egyszerre több mint 1000 embert megmozgató Rubin Tréka ugyan rendszeresen tart edzéseket a hegyvidéken, ám ahogy ő mondta, ez a rendezvény a szíve csücske. A legfontosabb mindig az, hogy mindenki jól érezze magát, és egy szabály van az edzéseimben, az, hogy nincs szabály. És azt gondolom, hogy ez mindent elmond, tehát a legfontosabb, hogy mindenki megtalálja az órámba azt az örömet, amit a mozgással. A mozgás örömét nála és a képen látható Katus Attilánál, valamint a többi edzőnél is megtalálták a Fit az ősz vendégei, ám a bevállalósak olyat is kipróbálhattak, amit a fővárosban eddig nem.
A túlélő versenyeket idéző rövidített pálya várta az akadályfutás, illetve a crossfit szerelmeseit. Az a jó benne, hogy ez a terepfutás, funkcionális edzés, talán a crossfit és az akadály elemeit, akadályfutás elemeit ötvözi. Ez itt egy baromi komplex versenysorozat és edzésmódszer is egyben. Ezért úgy gondolom, hogy ez egy adrenalin bomba mindenkinek is baromi jó. Az éles versenyeken 30 burpee a bünti, ha egy akadályt kihagy valaki. Ám a Momsport udvarán a nehezített fekvőtámasz helyett csak időbüntetés járt, biztatásként. A biztatás az elsődleges történet abban, hogy gyerünk, fog ez menni, és legalább próbáld meg. Tehát minden egyes ilyen verseny szerintem arra jó, hogyha nem is tudod teljesíteni az akadályt, ugyanúgy, mint az életben, csak fuss neki, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. A Spartan Heroes futamon az első induló egy hölgy volt, aki jól teljesített a férfiak többségét is megfogó pályán. Hetente egyszer eljutok egy bootcamp edzésre. Hát igazából nagy felkészülés erre most nem adódott, ugyanis egy héten egyszer voltam jelenleg. Az unokaöcsém javaslatára jöttem erre, kipróbáljam, és hát sikerült, ahogy sikerült. A Spartan akadálypályával is kiegészült programokra mintegy 2500 jöttek el a hegyvidékről, a fővárosból, illetve vidékről. A Momsport vezetője szerint éppen az volt a lényeg, vagyis egy nívós tömegsportnap szervezése. A szervező is elfogadta azt, hogy a belépőjegyeket alacsonyan kell tartani. Sikerült ugye már az elejétől fogva beépíteni az uszodai belépőt is, amit ezen az egy napon kedvezményesebben vehetnek meg a program résztvevői, mint hogy a 2 órás úszójegyet vennének nálunk. Nem titkoltan ennek az a célja, hogy az idejáró vendégeinket bevonjuk ebbe a programba, és ezen a napon ők is többet kapjanak, mint hogyha csak a bérletről lehúznak egy alkalmat. A Fit az ősz vendégserege 2-3 év alatt meg 5-szöröződött. Nem véletlen, hogy a tavasz is fit lesz a Momsportban. 4 kontinens több mint 500 művészének több ezer alkotásával találkozhatnak az érdeklődők az idei Art Marketen. A kortárs képzőművészeti vásárt október 12-e és 15-e között rendezik meg a Millenárison, ahol a kiállítások mellett kerekasztal beszélgetésekkel és művészetpedagógiai foglalkozásokkal is várják a látogatókat. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!